Üdvözlöm az érdeklődőket! Fizika lecke következik, a termodinamika összefoglalónknak a második része. Az első részben többnyire a gáztörvényekről lesz szó, a második részben főleg energia szempontból tanulmányozzuk a gáznak az állapotváltozásait. Először elmélet lesz, és utána egy mintafeladatot is megoldok. Kezdjük a termodinamika első főtételével. Ugye a termodinamika az energia szempontból vizsgálja a gázak állapotváltozásait. Az első főtétel az tulajdonképpen az energia megmaradás törvényének is mondható. A múlt leckében láttuk, hogy az ideális gáz belső energiája az kiszámítható, mint ugye a nagy U a belső energiajele, mint a nagy N a részecskék száma, tehát az atomok vagy molekulák száma, szorozva egy atom vagy molekulának, tehát egy részecskének a mozgási energiájával. Itt az I az a szabadságfokok száma, ami megmondja, hogy az illető molekula, atom hányfajta mozgást tud végezni. A belső energiája a gáznak kétféleképpen változhat. Az első a munkavégzés, és a második a hőcsere. Hogyha összefoglaljuk, akkor megkapjuk a termodinamika első főtételét, vagyis a belső energia változása egy gáznál egyenlő a hő és a munka algebrai összegével. Itt figyelembe kell venni a következő előjel szabályt. A hő nagyobb, mint zéró, tehát pozitív, ha a rendszer hőt vesz fel. A hő kisebb, mint zéró, vagyis negatív, ha a rendszer hőt ad le. A munkavégzés kisebb, mint zéró, ha a rendszeren végzünk munkát, vagyis a térfogata a rendszernek, a gáznak csökken. És az L nagyobb, mint zéró, tehát pozitív, ha a rendszer gáz végez munkát, tehát kiterjed, térfogata növekszik. Az első főtételt alkalmazzuk a különböző egyszerű gázállapotváltozásokra. Az első legyen az izobár állapotváltozás. A szemléltetés kedvéért egy hengert ábrázoltam, amelyben egy dugattyú segítségével gáz van bezárva. Feltételezzük például, hogy a gázat melegítem, ebben az esetben a gáz kiterjed, és munkát végez. Az átalakulás izobár, mivel a belső gáz nyomása minden pillanatban egyenlő a külső nyomással, külső gáz nyomásával, hiszen ez határozza meg a dugattyú egyensúlyi helyzetét, pillanatnyi egyensúlyi helyzetét. Tehát akkor a belső gáz mindig egyenlő, a belső gáznyomása mindig egyenlő a külső nyomással, tehát az átalakulásunk izobár. A munkát a mechanikában tanult képlet segítségével írjuk fel, a munka egyenlő erőszor elmozdulás. Viszont ebben az esetben szeretnénk kifejezni az összefüggésünket olyan paraméterekkel, amelyek a gázt jellemzik. Tehát az erőt felírjuk, mint nyomásszor felület, és a felület szorozva elmozdulás helyett térfogatváltozást használunk. Tehát az izobár folyamat során a végzett munka az egyenlő P-szer delta V. A cserélt hőmennyiség izobár folyamat esetén Q egyenlő nűször CP-szer delta T, ahol a CP az izobár mol hőt jelöli. Ha a két összefüggést behelyettesítem a termodinamika első főtételében, akkor az alábbi kifejezést kapom, amelyben a munkavégzés a P-szer delta V szorzat helyett az gáz állapotváltozás egyenletét használva a P-szer delta V helyett, ha nü R delta T-t behelyettesítek, akkor az egyszerűsítések után
az egyenletből kifejezhetjük az izobár mol hő értékét. Cp egyenlő, nagy R, szorozva zárójelbe, I per 2 plusz 1. Izokor állapot változás. Állandó térfogaton nincs munkavégzés. Miért? Ha a térfogat nem változik, elmozdulás nincs, akkor a végzett munka zéró. A belső energiaváltozás ebben az esetben egyenlő a cserélt hővel, tehát delta U egyenlő Q-val. A hőmennyiséget ebben az esetben a nőször CV-szer delta T összefüggéssel írom fel, tehát az izokor mol hőt használom, a CV-t. Ebből az egyenletből kifejezhető a CV, és egyenlő lesz I per 2 R-rel, ahol R a gázállandó. Látszik az, hogy a CV értéke kisebb, mint a CP izobár mol hő értéke, a különbség pontosan egy nagy R. Van is egy összefüggés, amit Robert Mayer összefüggésnek nevezünk, ami kifejezi, hogy a CP az egyenlő CV plusz R-rel. Harmadik az izoterm állapot változás. Ebben az esetben a gáz hőmérséklete nem változik, ezért a belső energiájának a változása is zéró. Az első főtétel felírható, mint Q plusz Q egyenlő L-lel, tehát a cserélt hő egyenlő a végzett munkával. A mechanikai munkát kiszámíthatjuk terület számítás módszerrel is. Ezt úgy kell elvégezni, hogy ábrázoljuk a folyamatot PV koordináta rendszerben, és a görbe alatti terület adja a végzett munka nagyságát. Mivel PV-ben az izotern folyamat az egy görbe, ennek a területét integrállal kell kiszámítani. A végeredmény nu r t logaritmus naturalis v2 per v1. Az adiabatikus folyamat. Ha rendszerünket hőszigeteljük, akkor a rendszer nem tud hőt cserélni a környezetével. Ezt nevezzük adiabatikus szigetelésnek, vagy adiabatikus folyamatnak. Ebben az esetben a Q egyenlő zéróval, és az első főtételnek az alakja delta U egyenlő mínusz L. Az adiabatikus állapotváltozás egyenlete P-szer V a gammadikon egyenlő állandó, vagy P1-szer V1 a gammadikon egyenlő P2-szor V2 a gammadikon. A gamma az az adiabatikus kitevő, amelynek értéke CP per CV, vagyis izobár mol hő osztva izokor mol hővel. Hogyha PV koordináta rendszerben ábrázolnák egy adiabatát, akkor ez meredekebb volna, mint az izoterma. Tehát így könnyen felismerhető az adiabata, amely az izoterma mellett található. Ez azzal magyarázható, hogy a gamma adiabatikus kitevő értéke nagyobb, mint 1, hiszen CP mindig nagyobb, mint a CV. A termodinamika második föltétele. Kiderült a gyakorlatban, hogy az első föltételnek hiányosságai vannak. Gondoljunk például arra, hogy az első föltétel nem zárná ki azt a lehetőséget, hogy a hő a hidegebb testről menjen át a melegebb testre. Ezen kívül, hogyha hőerőgépet készítenénk, akkor az első főtétel nem zárná ki azt, hogy ez a hőerőgép úgy működjön, hogy hőt vesz fel, és a felvett hőt átalakítja a mechanikai munkává. Ezért a második főtétel kiegészíti az első főtételt. Többfajta megfogalmazása is van. Én most felolvasom a Clausius-féle megfogalmazást és a Planck-félét. A Clausius-féle megfogalmazás a következő. Hő magától csak melegebb helyről hidegebb helyre mehet át.
azaz a természetben a hőmérséklet különbsége kiegyenlítődésére törekszenek. Tehát a lényeg abban áll, hogy a hő magától, tehát magától spontán módon nem mehet át a természetben csak egy melegebb testről egy hidegebb testre. Fordítva soha nem történik meg. Megtörténik a hűtőszekrényben, ahol a hidegből kimegy, kiárad a meleg a melegebb szobába, viszont ez spontán módon nem történik meg, csak külső beavatkozással. Amikor ez a folyamat lejátszódik, hogy a melegebb test hőt ad le, a hidegebb test hőt vesz fel, ez valóban azzal jár, hogy a hőmérséklet különbség a két test között csökken. Egy másik megfogalmazása a második főtételnek a Planck-féle megfogalmazás. Nem lehet olyan ciklusosan működő hőerőgépet készíteni, amely egyetlen hőtartály lehűtése árán munkát végez környezetén. Tehát kell tudni, hogy hőerőgépnek nevezzük azt a gépet, amely a hőenergiát átalakítja a mechanikai munkává. A második főtétel kizárja annak a lehetőségét, hogy egy hőerőgép úgy működjön, hogy felvesz hőt a környezetétől, és ezt teljes egészében átalakítja a mechanikai munkává. A hőerőgépek egyébként mindig ciklusosan működnek, tehát ismétlődő folyamatokból állnak. Ez azt jelenti, hogy ha a munkavégző közeg elindul a gáz egy adott kezdeti állapotból, a ciklus végére mindig visszakerül ugyanabban az állapotban. Ez azt is jelenti, hogy egy ciklusra nézve a belső energia változás zéró. Az első főtétel ebben az esetben a felvett hő mínusz a leadott hő az egyenlő a végzett mechanikai munka. Tehát megjelenik a kötelező módon a leadott hő az összefüggésben. És a hőerőgép csak a két hő, a felvett hő és a leadott hő különbségét képes átalakítani mechanikai munkával. A hőerőgépek egyik legfontosabb jellemzője a hatásfokuk. Ugye a hatásfok az megadja, hogy a befektetett energiának hányad része alakul át hasznos energiává. A hőerőgépek esetén a hasznos energia az a végzett munka el. A befektetett energia az pedig a hőerőgép által felvett hő. A hatásfoka a hőerőgépeknek természetesen mindig kisebb, mint egy. 100%-os hatásfok nem lehetséges. Mindig van egy leadott hő, tehát a felvett hőt sosem lehet 100%-ban átalakítani mechanikai munkával. A legnagyobb hatásfokkal működő hőerőgép az egy Carnot ciklus szerint működő hőerőgép volna. A Carnot ciklus két izotermából, itt fekete színnel ábrázoltam, és két adiabatából, narancssárga színnel vannak ábrázolva, állapotváltozásból áll össze. A hatásfoka egy ilyen ciklusnak 1 minusz T2 per T1, ahol T2 az alacsony hőmérséklet, szokták mondani a hideg tartálynak a hőmérséklete, T1 az a magas hőmérséklet, a magasabb tartály, hőtartály, magasabb hőmérsékletű hőtartály hőmérséklete, ahonnan felvesz a rendszer hőt. Az eredmény szerint a Carnot ciklus szerint működő hőerőgép hatásfoka nem függ a munkakőzeg tulajdonságaitól, csak a két hőtartályunknak a hőmérsékletétől függ. Sajnos a gyakorlatban nem sikerült olyan hőerőgépet készíteni, amely a Carnot ciklus szerint működne. A gyakorlatban elkészített hőerőgépek, ismert hőerőgépek az Otto és a Diesel ciklus szerint működő hőerőgépek.
Következzen az elmélettel kapcsolatosan egy mintafeladat, amely a tavalyi júniusi érettségének a római 3-as termodinamika feladata lesz. Olvasom a feladatot. Kezdetben P1 egyenlő 10 az ötödiken newton per négyzetméter nyomáson és V1 egyenlő 2 liter térfogaton található egyatomos CV egyenlő 1,5 nagy R állandó mennyiségű ideális gáz a következő folyamat sorban vesz részt. 1-es-2-es állandó térfogaton történő melegítés, amíg T2 egyenlő 2T1, 2-es-3-as állandó nyomáson történő kiterjedés, amíg V3 egyenlő 2V1, és 3-as-1-es átalakulás, melynek során a nyomás lineárisan változik a térfogattal, P egyenlő A-szor nagy V, az A állandó, a kezdeti állapotig. Határozzátok meg! Első kérdés. Az 1-es-2-es átalakulás során a belső energia változását. Ugye az 1-es-2-es állapotváltozás az egy izokor, ezért munkavégzés nincs, a belső energia változás az egyenlő a hővel, nűször CV-szer delta T. CV-t használunk, az izokor mol hőt, amelynek az értéke megvan adva, 1,5 R vagy 3/2 R. A számítások során a nüer T szorzatot az állapot egyenlet felhasználásával átalakítjuk PV szorzattá. A végeredmény 300 joule. B kérdés. A gáz és a külső környezete között cserélt hőt a 2-es-3-as folyamat során. A 2-es-3-as folyamat az egy izobár átalakulás, és ebben az esetben a hő mennyiség összefüggése nűször CP-szer delta T, ahol a CP az az izobár mol hőt jelöli. Ezt úgy lehet kiszámítani, hogy az izokor mol hőhöz hozzáadunk nagy R-et, tehát a Robert Mayer féle összefüggést használjuk. A Nüer delta T szorzatot az állapot egyenlet segítségével itt is P-szer delta V szorzattá alakítjuk. A végeredményünk 5P1V1, azaz 1000 joule. Harmadik kérdés. A gáz és a külső környezetek között cserélt mechanikai munkát a 3-as-1-es folyamat során. Ehhez a kérdéshez készítettem egy kis rajzot, amelyben ábrázoltam PV koordináta rendszerben az állapotváltozásait a gázunknak. Láttuk, az 1-es-2-es egy izokor volt, a 2-es-3-as egy izobár folyamat, és a 3-as-1-es egy lineáris folyamat, mely összeköti a 3-as állapotot az 1-es állapottal. Az elméletben láttuk azt, hogy ha a PV koordináta rendszerben ábrázoljuk az állapotváltozást, jelen esetben a 3-as-1-es állapotváltozást, akkor a grafikon alatti terület, amely be van satírozva, az pont a végzett mechanikai munkával egyenlő. Hát ez egy trapéz. A trapéznak a területe kiszámítható, mind a kis alap, ami P1, plusz nagy alap P2, szorozva a magasság V2 minusz V1, törve 2-vel. Felhasználva azt a tényt, hogy a P2 az 2P1, és a V2 az 2V1, azt kapjuk a munkára, hogy 300 joule az értéke. A munka előjelét úgy tudjuk eldönteni, hogy megfigyeljük a grafikonunkat, hogy a 3-as állapotban nagyobb a térfogat, mint a végső 1-es állapotban. Tehát az állapotváltozásunk során csökken a térfogat, ezért a végzett munka negatív. Tehát a helyes eredmény L egyenlő mínusz 300 joule. T kérdés. Annak a Carnot ciklus szerint működő hőerőgépnek a hatásfokát, amelyik a megadott körfolyamatban a gáz által elért szélső hőmérséklet értékek között működne. A megoldáshoz kell tudjuk a Carnot ciklus hatásfokát, 1 minusz T minimum per T maximum, és el kell döntsük, hogy a mi
állapotváltozásaink során, hol éri el a gáz a maximális, illetve a minimális hőmérsékletet. Könnyen bizonyítható, hogy a 3-as állapotban a legnagyobb a hőmérséklet, az 1-es állapotban a legkisebb. Hogyan lehetne kiszámítani? Például az állapot egyenletet felírjuk a 3-as állapotra, P3, V3 egyenlő nu R, T3, tehát a T3 az P3, V3 per nu R. Látjuk azt, hogy a nyomás és a térfogattól függ a hőmérséklet értéke, márpedig a 3-as állapotban a legnagyobb a nyomás, a P2, és a legnagyobb a térfogat is, V2. Ezért a 3-as állapotban a legnagyobb a hőmérséklet. Legkisebb a hőmérséklet az 1-es állapotban, ahol a legkisebb a térfogat és a nyomás. Tehát akkor a mi esetünkben a minimális hőmérséklet helyébe T1-et helyettesítek be, a maximális hőmérséklet helyébe T3-at. A T3-at kiszámíthatjuk, ha felhasználjuk a 2-es-3-as izobár állapotváltozást, V2 per T2 egyenlő V3 per T3, mivel V3 az 2V2, ezért a hőmérséklet is duplázódik, tehát a T3 pont 2T1. De a T2 az 2T1, ezért a T3 végeredményben 4T1-el lesz egyenlő. Miután T1-el egyszerűsítünk, azt kapjuk, hogy a hatásfok egyenlő 0,75, vagyis 75%. Köszönöm a figyelmet! Várjuk kérdéseiteket, visszajelzéseiteket a fizika.érettségizőknek@gmail.com e-mail címre. Viszontlátásra!